Jótékonyság, hitélet, sport és kultúra. Ezekkel a témákkal is foglalkozunk a Híd Televízió Barcsi Krónika című műsorában. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Továbbra is várjuk észrevételeiket és javaslataikat, akár elektronikus levélben is, az akvaradio@t-online.hu e-mail címre, de hívhatják is szerkesztőségünket a megszokott 462-204-es telefonszámon. Vendégünk lesz ma Szakos Gábor fürdővezető, akit az Erzsébet program pályázatairól, azok kivitelezési módjáról is kérdezünk majd, de elsőként lássuk, hogy mit kínálunk még ma estére. Ismét az Erzsébet programba került a Barcsi fürdő, alaposan megrostálták a résztvevő strandokat az idei esztendőre. Megvan a bajnok, az idei évben a Last Minute nyerte a teremlabdarúgó bajnokságot. Barcsra is eljutott a magyar kézimunkázók szeretett takarója. Az óriás takaróakcióra 40 plédet készítettek. Az ökumenikus ima alkalmak hetében járunk. Az első napon a beszéd helyett cselekvésre kérték a keresztényeket. Barcs a legjobb átoltottságú járások közé tartozik, a szakember szerint még mindig nem késő kérni az influenza elleni védőoltást. A szomszédos Bosznia-Hercegovinában már halálos áldozatot is szedett az influenza járvány. Magyarországon is elérte a járvány küszöböt a megbetegedések aránya, ám a szakember szerint még most sem késő kérni az oltást. Sok azonban a tévhit a vakcinával kapcsolatban, ezekről is kérdeztük Nyári Hédit. Láz, fej- és torokfájás, hőhullámok, száraz köhögés, izomfájdalmak, és persze mindez egyszerre. Mindannyian ismerik az influenza tüneteit, hisz jó ismerősként kopogtat be minden évben immunrendszerünk ajtaján. Sokan ágynak esünk ilyenkor, pedig tehetnénk ellene. Csupán a megfelelő időpontban beadott influenza elleni védőoltásra van szükségünk. Minek után nagyon enyhe telünk volt, még most sem késő, beadatni, mert általában a járványok minden évben olyan február közepe és vége felé halmozódnak, illetve járványossá válnak a fertőzések. Úgyhogy mindenkinek javasolnám, hogy még most is felvehet és van értelme a védőoltás felvételének. A lényege az, hogy vannak bizonyos korcsoportok, ugye rizikókorcsoportoknak hívunk, akiknek ingyenesen adható a vakcina. Ez éves szinten 1.300.000 adag vakcinát jelent országosan. Ők a rizikocsoportba tartozóknak adható ingyenes vakcinák. Ilyenek például a szívérrendszeri betegségbe szenvedők, anyagcsere betegségbe szenvedők, diabéteszesek, különféle vese megbetegedettek, kismamák vagy gyerekvállalás előtt állóknak is ajánlatos. Ők bele tartoznak, tehát ők élhetnek ezzel az ingyenes vakcina lehetőséggel. Ezen felül természetesen továbbra is ugyanezek a vakcinák, amikkel mi is rendelkezésre állunk, jelen pillanatban a három Fluart nevű vakcinát, a három év felettieknek, amit forgalomba hoztak az idei szezonra, gyógyszertárba is vény ellenébe kaphatók. A Barcsi járás ebben az évben 500 vakcinával több, azaz összesen 3000 darab oltóanyagot kapott, amit azonnal ki is osztottak a házi orvosoknak. Az eddigi eredmények alapján az átoltottság aránya 72%-os, amivel előkelő helyen áll a járás. A lakosság információi sokszor azonban nem megfelelőek a vakcina hatásáról. Először azt gondolom legfontosabb tisztázni, hogy maga a vakcina nem élő vírus tartalmaz, nem influenza élő vírust, hanem inaktivált, tehát elölt vírus tartalmazó vakcina. Semmiképpen direktben influenza megbetegedés nem okozhat ezáltal. Ez a tévhiteknek az eloszlatására azért is fontos megemlíteni, azt gondolom a tévénézőknek, mert sokan azért nem adatják be minden évben, illetve minden szezonban az influenza elleni vakcinát, mert lehet, hogy pont egy olyan időpontban kapták meg az oltást, amikor vagy tudtak róla, vagy nem, hogy valami már lappang, akár bármilyen más jellegű virális betegség, vagy csak spontán megfázás, tehát alapvetően náthásak, köhögtek, és akkor kapták meg. Ugye minek után vakcina beadás után ellenanyag termelés indul be, hogy az immunválasz, hogy amikor majd az élő vírusra találkozik a szervezet, rögtön felismerhesse és megkezdhesse az ellene való védelmet. Ezáltal a már beteg szervezetbe kerülve valóban legyöngíti az immunrendszert, és megbetegszik az ember tőle. Így módon, főleg az idősebb generációra jellemző, hogy ezért nem
szívesen adatják be évről évre. Az időzítés rossz volt éppen, mert már lappangott benne betegség, amikor megkapta, és ezért köti a vakcina beadásához a betegségét, a fokozottabban átélt betegséget. A vírus okozta szövődményeket valóban fontos figyelembe venni, hiszen ezeket nem lehet párnapos pihenéssel kiheverni. Ilyen a légúti hurut, tüdőgyulladás, középfülgyulladás, homlok és melléküreggyulladás és izomgyulladás. A vírus a legyengült szervezetben maradandó károsodást okozhat. Bosznia-Hercegovinában csak az idei évben már 5 halálos áldozatot szedett az influenza, holott a fertőzések arányában még itt sem beszélhetünk járványról. A szerdai országos tájékoztatóban már járványról beszélt hazánk tekintetében az országos tiszti főorvos, hiszen a múlt hét közepéig 18.200 ember fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, ez pedig radikális növekedés, egy hét leforgása alatt 69%-os növekedésnek számít. A 100.000 lakosra jutó, orvoshoz forduló betegek száma Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megyében volt a legmagasabb, Tolna és Veszprém megyében volt a legalacsonyabb. Idén is 3 alkalommal találkoznak a barcsi keresztények, hogy az ökumenikus ima alkalmak keretében tegyenek tanúbizonyságot hitük mellett. A Krisztus hívők egységéért végzett ökumenikus ima hét alapigéje, arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük. Az evangélikus templomban kezdődött 2016 ökumenikus ima hete Barcson. A vasárnapi közös ima alkalmával Sas Rudolf katolikus esperes volt az ige hirdető. Mint mondta, a lelkésznek szent hivatása, hogy hirdesse az evangéliumot, hogy hintse a magot, de nem csak a lelkészek feladata a magvetés, hanem minden egyes keresztény hívője is, bármelyik felekezethez tartozzon is. Szeretettel beszélni munkahelyen, iskolában, utcán Jézus Krisztusról és az ő örömhíréről, ahogy a példabeszéd is fogalmaz. Ezek a magok azonban nem mindig kelnek ki, hisz nem mindenki lelke bizonyul jó táptalajnak. A szavak mellett a tettek is magvetésnek számítanak. Amerre élek az országban, világban, ahol a munkáján, ha én keresztényi cselekedetet viszek végbe, és azt látják, hogy ő másképp viselkedik egy-egy helyzetben, adott szituációban, mint esetleg én tennék, ez is magvetés. És azért bízunk benne, hogy akár a szavaink által, akár tetteink által, ezek a magok majd csak meghozzák a termést. Mindenkorban fontos az evangélium hirdetése ebben a technikailag fejlődő világban, az embernek kevésbé van lehetősége, ideje elmélyülni az emberi élet fontos kérdéseiben. Ma egy gyermeket, ha megkérdezünk, akkor valóban akár egy iskolás nem az érdekli, hogy mi lesz a sorsom, hanem az, hogy működik-e a Facebook, hogyan tudok az okostelefonommal kapcsolatba lépni ismerősökkel, milyen játékokat találok. Tehát annyira a technika bűvkörében él ma szinte mindenki, és nem csak a gyerekek, fiatalok, sőt ma már talán az idősebb korosztály is, hogy ebből valamilyen módon egy kicsit kihozni őket, hogy vannak fontos kérdések az életben még. Mi lesz utána, mindez elmúlik? Gondoltál-e arra, hogy esetleg mi lesz akkor, ezt itt kell hagynod, vagy vége mindennek? Tehát, és mivel hogy egyre valóban kevesebben gondolkodnak erről, föl kell ráznunk az embereket ezekkel a kérdésekkel. A második napra Szép Sándor református lelkész a húsvéti ige hirdetést választja. Nincsen itt, mert feltámadott. Abból a gondolatból indul ki, hogy az asszonyok úgy mennek oda Jézus sírjához, hogy tudják, ott van egy nehéz kő, amit el kell távolítani, és számunkra is. A felekezetek között is annyi fájdalmas elválasztó dolog van, ami közöttünk is ott áll, mint egy nehéz kő, és ha ezt a követ nem távolítjuk el, akkor örökre bezárva marad a megoldás. Ha viszont eltávoznak ezek a sérelmek, eltávoztatjuk ezt a nehéz követ, nem is nekünk kell eltávoztatni, hanem maga az Isten gondoskodik erről, csak mi észrevegyük, hogy ez a kő el van hengerítve, akkor már is testvéreik leszünk egymásnak, együtt tudjuk szolgálni a mi Urunkat, együtt tudjuk végezni a mindannyiunknak feladatát, az ige hirdetés szolgálatát. A leghatásosabb ige hirdetés pedig a példamutatás. Amikor az ember, a nem hívő ember azt látja, a hívő emberen, hogy na igen, így érdemes élni. Így nekem is jó lenne. Mennyivel boldogabb, mennyivel kiegyensúlyozottabb ez a hívő ember. Én meg össze-vissza aggódom magam, aggódom a jövő miatt, aggódom a gyermekeim miatt. Ő
neki pedig nyugalma van. Izaiás proféta beszédével köszönti majd a vendégeket a zárónapon az evangélikus lelkész, miszerint lehetünk különbözőek, de fontos tudni, hogy a közös nevezőnk Jézus Krisztus. Ezt a testvériséget kell megélni, megvalósítani a hétköznapokban is. Mit jelent ez? Kölcsönös tiszteletet, szeretetet, ahogy az ember a testvérével bánik, emberséget, a kapcsolatot, magát. Pál apostol úgy magyarázza ezt, hogy Jézus Krisztus a fej, és mi néki a teste, és az énekünk pedig így folytatja, hogy ő a fény, mi pedig a színek. A mai önző széthúzó világban nehéz megélni a testvériséget és felvállalni a vallást. Megkülönböztetem a vallást és a hitet. A hit, a tiszta víz, a vallás pedig egy üvegpohár, amiből megélhetem. A vallásom nem fog üdvözíteni. A vallásom miatt nem kerülök a mennyországba. Akkor kerülök a mennyországba, ha Jézus Krisztusban hiszek, és neki engedelmeskedem. Nehéz vinni az örömhírt, nehéz természetesen, hát ellenszélben, ellenáradatban vagyunk, de a döglött halat elviszi a víz, az élő hal meg fölugrik még a vízesés tetejére is, hát hajrá, Krisztusba hívők, előre. A Barcsi Ökumenikus Imahét február 7-én kezdődött, második alkalommal február 9-én kedden találkoznak a helyi keresztények a katolikus templomban, ahol Szép Sándor református lelkész az ige hirdető, február 11-én csütörtökön a református templomban pedig Györgyi Zsolt evangélikus lelkész. A közös imaórák mindkét helyszínen 17 órakor kezdődnek. A folytatásban pedig Erzsébet program, mert hogy Barcs, illetve a Barcsi fürdő ismét bekerült ebbe a programba. A téma kapcsán vendégünk Szakos Gábor, fürdővezető. Szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hogy sikerült ezt elérni? Mert hogyha nézzük egy kicsit a statisztikákat, azt látni kell, hogy az elmúlt időszak, illetve a tavalyi év úgymond nyertes fürdői közül, akik bekerülhettek ebbe az Erzsébet programba, amely a nyugdíjasok pihenését és rekreációját szolgálja, azért jócskán megrostálták a fürdőket, a Barcsi mégis bent maradt. Igen, bent maradtunk, hála Istennek. Az első időszakban, amikor kiválasztották a fürdőket, akkor én azt gondolom, nem voltam a fürdővezetője, de azt gondolom, hogy a fürdő minősége, a tisztasága, illetve a vendégek véleménye, az mindenképpen ezt támasztotta alá, hogy a Barcsi fürdőt érdemes ebben a körben támogatni. Egy fürdő van még itt a környékünkön, akinek ez szintén sikerült. Ez, én azt gondolom, hogy ez egy megtiszteltetésnek fogható fel mindenképpen. Az meg különösképpen, hogy úgy a tavalyi évben, mint az idei évben külön felkérést kaptunk rá, hogy szeretnék, hogyha ebben a programban továbbra is a Barcsi fürdő részt venne. Erre kellett reagálnunk január 5-éig, és hát várjuk akkor a szerződést, amit majd az ajánlatunk alapján fognak nekünk kipostázni. Aláírásra kerülés, hát majd azt hiszem, hogy április 1-től tudjuk várni majd a nyugdíjasokat ebben a programban. Akik egyébként most pályázhatnak, ezt rögtön meg is ragadom az alkalmat, érdemes menni akár a kormányhivatalokba, a kormányablakokba is, ahol segítenek a pályázati dokumentáció elkészítésében mindenkinek. De mit is kaphatnak itt azok, akik valóban jogosultá válnak ezekre az utalványokra, mert hogy ilyesmiről van szó, hogy néz ez ki a gyakorlatban? Valaki kap valamit ugye ebből a programból, jegyet kap, kártyát kap, mit kap, és mivel jelentkezik a fürdő? Igen, hogyha sikerül valakinek erre itt ezt a pályázatot megnyerni, amit úgy tudom, hogy idén ismét több ember fog pénzhez jutni, vagy támogatáshoz jutni ebben a formában a tavalyi évhez képest is, ami már nem volt kevés, és jócskán növekedés volt a legelső induló összeghez vagy számokhoz képest. Nagyon nagy az érdeklődés, nálunk is nagy az érdeklődés, már érdeklődtek nálunk is az emberek. Barcson tulajdonképpen mi a teljes szolgáltatási spektrumunkat tudjuk ajánlani azoknak az ügyfeleknek, vagy azoknak a vendégeknek, akik hozzánk ezzel érkeznek. Megkapják a kártyájukat a Nemzeti Üdülési Alapítványtól, az Erzsébet programos kártyát, amin rajta van az összeg, amit ők megnyertek, illetve ugye az ő részük. Erről fogjuk mi lehúzni a kártyaolvasó terminállal azt az összeget, amit ők aznap éppen elkölteni kívánnak. Nálunk kétféle jegyet tudnak venni vele, úgy a szezonban, mint szezonon kívül az egésznapos fürdőjegyet tudják megvásárolni nálunk, illetve a délután, illetve a kedvezményes időszakra vonatkozó fürdőjegyet. Árakat szabad mondanom? Persze, természetesen. Ez ugyanaz az ár egyébként, amennyiért egy normál látogató bemegy, vagy pedig itt azért van valami kedvezmény, hogy a programba bekerül? Elvárás, igen.
elvárás volt a kedvezmény, tehát ahhoz, hogy valaki ebbe a programba bekerüljön, ott kedvezményt kellett vagy illett adni. Kedvezményesek a jegyek, nem változtattunk a jegyek árán egyébként, tehát január 1-től május 30-ig és szeptember 1-től december 30-ig, tehát szezonon kívüli időszakban 1100 forint egy egész napos nyugdíjas jegy Erzsébet kártyával, és 650 forint egy kedvezményes időszakra vonatkozóan. A nyári időszakban pedig szezonban, ami nálunk egyébként is egy magasabb árazással megy, 1300, illetve 850 forint ugyanezekre az időszakokra. Ez egész évre érvényes, tehát ha azt tudni kell, ha bármi változna a Balcsi fürdő jegyáraival bármilyen módon, vagy bármelyik fürdő, tehát ugye most országosan is beszélhetünk erről, akkor ezek az árak egy évig mindenképpen érvényesek, ezeket tartani kell, hogy a programban belépő emberek ugyanazokkal a feltételekkel jöhessenek egész évben. Egy dolog változott nálunk, kikerült egy fürdőjegy, ez a nyári strandjegy volt, amire annyira kicsi volt az érdeklődés, hogy nem volt tulajdonképpen értelme a szerződésbe foglalni, úgyhogy az már nem lesz elérhető, de én azt gondolom, hogy a sok embert nem fog zavarni. Ez az Erzsébet programra vonatkozik, csak hogy kikerült? Erzsébet programra vonatkozik természetesen, egyébként a nyári strandjegyek azok érvényesek lesznek. Tehát a jegy ár struktúránk jelen pillanatban, így ahogy most a honlapunkon vagy a Facebook oldalunkon elérhető, mindenki számára áttekinthető módon megtalálható. Mi az üzlet ebben a strandnak? Kérdem ezt azért, mert hogy ugye az, hogy egy ilyen programban részt vegyen, most ugye ad egy kedvezményt kell adni a normál jegyárakból, de hát ilyenkor mérlegelni kell azt, hogy vajon hány emberre lehet számítani ebből a körből, aki nyer az Erzsébet program keretein belül. Hogy alakultak a számok ebben a vonatkozásban? Megéri? Én azt gondolom, hogy megéri. 2014-ben ugye akkor, amikor ez egy teljesen új dolog volt, 628 jegyet adtunk el, ami, hogyha a kedvezményt tekintjük, akkor gyakorlatilag elhanyagolható kedvezmény, viszont ezek az emberek jobban érezték magukat ettől, hogy egy ilyen lehetőséget igénybe tudtak venni, és ezt nálunk el tudták költeni. Azonban a tavalyi évben ez már 1691 fő volt, aki ezt a jegyet, ezt a típusú jegyet igénybe vette. Így van, hát egy 1000 főve többen, tehát kicsivel többen. És azt gondolom, hogy ezeket a vendégeket nem kell elveszíteni. Tehát fontos az is, hogy vannak olyan dolgok, én azt gondolom, hogy ott kell lenni bizonyos piacokon, ha másért nem azért, hogy vagy azért, mert mások is ott vannak, vagy azért, mert más még nincs ott. És ebben volt azért némi szerepe a Nemzeti Üdülési Alapítványnak, hogy ezt átgondolták, hogy ezt mindenki adhatja ezt a kedvezményt, akkor nincs kedvezmény. Tehát gyakorlatilag akkor mindenki bent van, de gyakorlatilag éves szinten annyira szétporlasztódna a lehetőség, hogy nem érné meg egy idő után meg belépni ebbe a fürdőknek. Tehát valamilyen szemkritériumrendszer alapján kiválasztották az első körben a fürdőket, aztán megrostálták a fürdőket, nyilván voltak visszajelzések, amik miatt ez megtörtént, és mostantól kezdve előbb-utóbb ez valamifajta védjegyés válhat. Én azt gondolom, hogy ez egy néhány éven belül ez megtörténik. Van-e egyébként kritériumrendszer még azon kívül, hogy mennyinek kell lenni a jegyárnak? Tehát bármit ki kell-e tölteni, jönnek-e ellenőrizni, kell-e számítani arra, hogy valóban figyeli valaki azt, hogy akár a fürdő, akár a vendég milyen véleménnyel van erről a programról? Nem kellett nekünk erről külön kitölteni semmit, de a mai digitális világban én azt gondolom, hogy minden vendég ellenőr. És ezt mi igyekszünk egyébként is a fürdő működtetése során figyelembe venni. Tehát biztos vagyok benne, hogy vannak olyan nyugdíjasok, vagy nyugdíjas klubok, vagy bármilyen körök, ahonnan visszajelzéseket a Nemzeti Üdülési Alapítvány kap és kaphat, hiszen azért akit kizártak ebből a körből, annak valószínűleg valamilyen indoklást azért küldtek annak idején. Ma, amikor gyakorlatilag a nyugdíjas vendégeink is a free wifi-vel a táblagépükön, vagy éppen a telefonjukon bejelentkeznek a fürdőn, mert ezt ugye a Facebook oldalunkon tudjuk követni adott esetben, hogyha valaki ezt nyilvánossá teszi, akkor azt egy másodperc alatt tudnának rossz vagy jó véleményt írni. Nekünk az a szerencsénk, hogy nekem már lassan azért kell könyörögnöm, hogy írjon valaki rossz véleményt, mert lassan nem leszünk hitelesek, mert annyi jó vélemény van fönt rólunk, és csak jó vélemények vannak fönt. Úgyhogy én azt próbálom ezt tartani ebben a körben is, hogy ez maradjon. Bízunk benne, hogy azért rossz vélemény nem lesz. Ugye beszéltünk arról, hogy itt a térségben 2 darab fürdő van, aki jogosultá vált arra, hogy ebben a programban részt vegyen. Mit jelent az, hogy térség ebben a vonatkozásban? Mert hogy azért nem a járásról beszélünk, itt jóval nagyobb területet ölel át ez a történet. Így van. Tulajdonképpen most ezt be tudnám húzni ezt a kört. Mondjuk Pécs, Kaposvár,
Csurgó vonalában. A kaposvári fürdőt vegyük külön, mert az egy egészen másik kategória, ők természetesen benne vannak. Ezen a területen még azért van néhány fürdő, és ebből itt kettő fürdő van benne, ezek vagyunk, az egyik vezők vagyunk mi. Gyakorlatilag, hogyha itt nézzük egy kicsit a számokat, akkor emelkedik rendesen az Erzsébet programon keresztül a fürdőt igénybe vevő nyugdíjasok száma. Mit tud tenni a fürdő, mert hogy itt egy központi kommunikáció van az Erzsébet programon belül, mit tud tenni a fürdő, hogy népszerűsítse esetleg ezt a lehetőséget akár az itt élő nyugdíjasok számára? Illetve még egy kérdés, az itt élő nyugdíjas az itteni fürdőre jöhet-e, vagy feltétele a programnak az, hogy elmenjen például másik település fürdőjébe? Hála Istennek nem feltétele ennek a programnak, és egyébként a nyugdíjasok közül, a barcsi nyugdíjasok közül kerül ki azért jellemzően azoknak a száma, akik nálunk ezt a lehetőséget felhasználják. Mit tudunk érte tenni? Én azt gondolom, hogy a legjobb reklám a vendég, aki az elégedett vendég. Különösebb marketing tevékenységet ebben az irányban nem folytattunk, ezt el kell ismerni. Viszonylag szűkös a keretünk, hiszen nekünk azért meg kell felelni egy költségvetési szigornak is, ami a városban megvan. Összességében próbáljuk megszólítani a vendégeinket, és ezek közül, ha valaki ebben a programban érkezik, akkor szívesen látjuk. Egyet még szeretnénk mindenképpen elmondani, hogy tettünk lépéseket abba az irányba, hogy mivel ennek azért van egy dokumentációja, amit amikor valaki ezt felhasználja, lehúzzuk a kártyáját. Sajnos nem van egyszerű, hogy lehúzzuk a kártyáját a terminálon, és akkor ő be tud menni, ez még idáig nem jutott el a fejlesztés, hanem itt akkor nyomtatnunk kell, be kell lépnünk egy online felületre, és ott ki kell nyomtatnunk, ő aláírja, leigazolja, hogy a mi számlánk, amit mi az alapján kézzel kiállítunk, az ő érvényes, és ő azt elfogadja, hogy ezt ő valóban elköltötte itt ezt az összeget. Tehát ebbe az irányba tettünk lépéseket, hogy ezt a folyamatot felgyorsítsuk. Mert szeretnénk, hogyha ezek a vendégeink is a lehető leggyorsabban át tudnának menni a beléptető kapukon, és minél tovább élvezhetnék a fürdőket. De gondolom, hogy ez mindenütt így van, tehát mindenütt így kell bemenni. Természetesen, ez nem nálunk van, tehát nem mi vagyunk ilyen őskoriak vagy kőkoriak technológiai szinten, főleg ahogy a mai fiatalok ezt most már gondolják, de el kell ismerni, hogy az nyugdíjasok is már úgy vannak vele, hogy ők sietnek, ők szeretnének bejutni. Vannak, eddig is sikerült azért tenni engedményeket olyan szempontból, hogy adott esetben az ismert, rendszeresen visszatérő vendégeknek ezt meg tudtuk oldani, úgyhogy ő már nem volt jelen, amikor kinyomtattuk a papírját, mert elhittenek, és utólag írta, amikor távozott, mert ismerjük egymást, és ezt ő tulajdonképpen ez a fajta bizalom megvolt mindkét irányból. Nyilván a kártyája addig nálunk volt, amíg ez megtörtént. De ami most fejlesztésre kerül, az a valószínűleg a nyomtatónk, ami egy gyorsabb nyomtató lesz. Fejlesztettük az internetsebességet ebből a szempontból, tehát gyorsabbak leszünk valamivel mindenképpen. Bízunk benne, hogy ezt a vendégek is megérzik. Mondjuk még egyszer a számot, hogy a tavalyi esztendőben hányan érkeztek ezzel a kártyával, illetőleg, hogy ez a teljes forgalomnak, a teljes vertikumnak vagy a hány, körülbelül hány százalékát teheti ki? Kettő számot mondok, jó, és nem is százalékokat, mert ez így jobban néz ki. 1691 fő érkezett hozzánk ezen a módon, és a teljes vendégforgalmunk pedig több mint 139 000 fő volt, ami egyébként is egy 12 000 fős javulás az előzőekhez képest, tehát kicsit több mint 10%-os javulás, hogyha úgy eszük, vagy a körül van. És már most a januári számaink is azt mutatják, hogy a vendéglétszámunk nem csökken, picit növekedett, azt gondolom, hogy ezt fogjuk tudni hozni továbbiakban. A remények szerint áprilistól lesz elérhető majd kézzelfoghatóan ez a program. Ez nyilvánvalóan nem a barcsi fürdő múlik, ez múlik egy központi adminisztráción, és így tovább, és így tovább, és így tovább, de meddig jó egy ilyen kártya? Tehát meddig lehet elfogadni? December 31? Vagy a szezon végén ennek is fújtak, és akkor azt mondjuk, hogy jó, köszönjük szépen, akkor ez most lejárt? Nem, ez a lehetőség ez arra az adott évre vonatkozik, amikor ezt a pályázatot valaki megnyeri, és itt nagyon fontos elmondani, hogy mert évvégén voltak ebből problémák, illetve félreértések, ezt addig le kell vásárolni, ezt a keretet. Tehát nem lehet átvinni 2015-ös 2016-ra, és így tovább. Nem lehet, és csak ezekre a jegyekre. Tehát ezeket személyre adják, ezeket a pályázatokat. Itt talán érdemes azt elmondani, hogy egy családon belül akár ketten is pályázhatnak erre, tehát egy háztartáson belül, tehát akár mindkét ember, de egy embernek is a pályázatával bejöhet a házastársa is, amennyiben ő is nyugdíjas, de csak ezeket a nyugdíjas jegyeket lehet vele megvásárolni. Nem tudjuk vele az unokákat, meg az iskolás csoportot, hogy a nagyszülő gondolt ilyet kifizetni, nem tudjuk ezt megtenni sajnos. És csak a házastárs mehet be? Barátnő, barát, egyéb? Mi ezt nem vizsgáljuk, itt most mondta egy példát, nyugdíjas
egyet kell venni rajta. Jó, rendben van. Tehát ha minden igaz, áprilistól kezdődhet ez a történet, becsülni mere, hogyha ennyire dinamikusan fejlődött eddig ez a dolog, most nyilván egy kicsit átalakult a piac, mivel lenne elégedett? Ebben a tekintetben? Erzsébet utalvány. Én nem tartom kizártnak, hogy az 1691 fő ez a 2000-re is elmehet, miután kiterjesztették egy picit a keretösszeget, ha jól tudom, és most már jobban elterjedt az emberek között az, hogy ilyen segítségek vannak, mint például a kormányhivatal, ahova be lehet menni. Tulajdonképpen egyszerű módon lehet pályázni, tehát egy internet hozzáféréssel ezt meg lehet oldani. Én a 2000 számot nem tartom valószínűtlennek, de jövő ilyenkor majd elmondom, hogy sikerült-e a becslésemet. No, addig is lehet pályázni. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Lehet tehát pályázni, és a kormányhivatalokban várnak minden nyugdíjast, és segítenek kitölteni ezeket a bizonyos íveket. Mi pedig haladunk tovább, mert hogy a folytatásban fiataloknak szóló témáról esik szó. Az óriás takaróról biztosan sokan hallottak már. Az akciót magyar kézimunkázók hívták életre, hogy segítsék a rászoruló gyerekeket. Itt Barcson is. Tudják önök, mi az a szeretet négyzet? Az egy valamilyen fonalból horgolással készült 50x50-es textília, melyekből többet egymáshoz rögzítenek, hogy később takaróként funkcionáljon. Kisgyermek esetén 2-t vagy 4-et, nagyobbaknál 6-ot élesztenek össze. Ezeknek a takaróknak pedig lelkük van. Nem is egy, hanem több száz. Mert sokan, sok helyen készítik a négyzeteket, hogy önzetlenül is segítséget nyújtsanak. Szeretetből készítik, szeretettel adják, s aki kapja, a szeretettel fogadja. Legutóbb a Barcsi Együtt Egymásért szociális otthon lakóinak egy része, 40 gyermek. Nem tudom szavakba önteni, hogy az a szeretet, az a hála, nem jó szó a hála, szeretet, szintiszta szeretet. Tehát amit mi belehorgoltunk, mi azt kapjuk visszatükröződve a gyerekek arcáról, szeretetet. Takarót kaptunk, szép, eltettem. Tetszik? Milyen színű a tiéd? Szürkés, fehér. Te választottad, kaptad? Én választottam. A szeretet négyzet mellett meg kell ismerkedni egy másik fogalommal is, ez pedig az óriás takaró. 2014-ben egy csákberényi hölgy, nevezetesen Csobán Erika, a közösségi portálon tett közzé egy felhívást, szeretet négyzeteket kért augusztus végére, azzal az elképzeléssel, hogy ezeket összehorgolják majd egy nagy takaróvá, amelyből azt követően méterszer másfél méteres darabokat elajándékoznak. Az első évben 500 fő kapcsolódott a csoporthoz, és 2500 szeretett négyzetet készítettek. Szintén így 2014 tavaszán figyeltem fel erre a csoportra, és kérdeztem határidőt, hogy mikorra kellene egy négyzet. Azt mondták augusztus vége, gondoltam belefér, hát 15 lett, és idén újra 15 lett, és idén volt egy rajzpályázatos dolgunk is, amikor a gyerekek megrajzolták, milyen takarót szeretnének, és akkor mi otthon megcsináltuk azt a 6 darab négyzetet egy takaróba. Eszter mindezt 3 gyermek mellett teszi, van neki egy 4, egy 8 és egy 11 éves gyermeke, akik közreműködnek a munkában. A picik segítenek a gombolításban, Regina pedig már 2 éve horgol, ő a csoport legfiatalabb tagja, és nem csak szeretett négyzeteket készít, hanem kabalákat és szundikendőket is a barátnőknek. Láttam anyánál, hogy ő nagyon szépeket horgol, és belevágtam én is. Figurákat, plüssöket, kabalákat, hát így szóval mindent. A sejei csapat 7-8 fő, akár csak a legtöbb településen, de nem kötelező a kis csoport alakítás. Mindenki egyénileg szállhat be. Ma már 1000 fős a tagság, és nem csak itthon, hanem határon túl, sőt, még a tengeren túl is készítenek szeretett négyzeteket. Persze ehhez sok fona is kell. Én az elsők között jelentkeztem, olvastam Erikának a felhívását a Facebookon, és mindjárt írtam neki, hogy egy négyzettel én is beszállok, de hát az egyből 30 akármennyi lett, az idén, illetve az 14-be, tavaly pedig 55-öt csináltam. És az idén meg egyedileg készítünk takarót a helyi beteg gyereknek, meg is van már. 3-at készítünk, 3-an összefogva, és hát majd gyereknapon fogjuk átadni.
Vagyis várják folyamatosan a felajánlásokat, fonal és pulóver formájában is a csatlakozásokat is. Barcsról eddig még csak fonal érkezett, Vörös Panni, Tóth Ildikónak küldött több kilónyi alapanyagot, ám mégsem emiatt érkeztek a takarók Barcsra. Intabról jöttem, konkrétan egy Tabi kisfiú él ebben az intézményben, és az ő sorsa kapcsán került a látóterembe ez az intézmény, utána olvastam, utána érdeklődtem, és így kötöttünk ki itt. Amikor megjöttek, én úgy fogalmaztam, hogy egy ilyen típusú intézménynek rendkívül fontos az, hogy jó szolgálati nagykövetei legyenek. Ez a csoport előbukkant a semmiből, megkeresett bennünket, és itt vannak, és hoztak 40 darab takarót, de a lényeg az, amit ők mondtak, hogy ebbe a takaróba az ő szeretetük van belehorgolva. És ezek az emberek elmennek innen, és tovább fogják vinni azt, amit itt láttak. És szerintem ez egy óriási dolog, mert valljuk be, hogy a társadalom nem ismeri a szociális otthonok belső életét. Kimerem mondani azt is, hogy néha irtózik tőle. És azért fogalmaztam úgy, hogy jó szolgálati nagykövetek ezek az emberek, mert ők tudnak azon is segíteni, hogy a rólunk alkotott kép megváltozzon. Az intézményben tett látogatás maradandó élményeket hagyott a vendégekben, de az óriás takaró és a szeretett négyzetek is maradandó emlékek lesznek mindenkiben, aki megismerkedik velük. Így egyre többen kapnak kedvet a támogatáshoz és a horgoláshoz. A közösségi portálon minden elérhetőség adott, és augusztusig még van bőven idő elkészíteni az első szeretett négyzetet, vagy a szeretett négyzeteket. Igazi rangadókkal zárult az idei teremlabdarúgó bajnokság Barcson. Az utolsó fordulóig nyílt küzdelem zajlott például a legjobbnak járó elismerésért is. A bajnoki cím sorsa végül a döntőben, és nem kis meglepetéssel dőlt el. 10 csapat, 57 mérkőzés és 675 gól. Ez a mérlege a tavaly november végén indult és most hétvégén zárult 2015-16-os teremlabdarúgó tornának. A bajnokság résztvevői többnyire szombati játéknapokon rúgták a bőrt a Barcsi Deák Ferenc általános iskola sportcsarnokában. A rendezvény célja ezúttal is az volt, hogy a téli időszakban sportolási lehetőséget biztosítsanak a foci szerelmeseinek, ezen túl a labdarúgás népszerűsítése és természetesen a teremlabdarúgó kupa elnyerése. Az idei tornán az elmúlt évekhez hasonlóan most is baráti, munkahelyi és egyesületi csapatok játszottak, és ebben a szezonban sok új fiatal játékos és csapat is bemutatkozott. A Grande Ragazzi, illetve a Grande Gazzo csapata az teljesen fiatal, a Fekete Sereg csapata szintén egy fiatal csapat volt, és ők nagyon bizonytalanul játszottak az alapszakaszba, és az utolsó pillanatban maradtak bent. Ehhez képest a Vigaszágat megnyerték, tehát utána viszont feljöttek. És a kis darazsakat is érdemes megemlíteni, az FC Barcs utánpótlás csapata, gyerekcsapata, és ők is, amíg bírták erővel, mindenkivel partiba voltak, és nekem nagyon tetszett a játékuk. A Texas szintén az FC Barcs csapata volt, ők hamar föladták legalábbis az alapszakasznál, és ezért kerültek kellemetlen helyzetbe, és a végén már ugye az alapszakasz után elköszöntek a játéktól. Tehát ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy voltak új csapatok, és ezáltal mindenképp jó volt a bajnokság, tehát több új játékos is kipróbálhatta magát. A bajnokságban most is hosszú út vezetett a döntőig, több mérkőzést is vívtak egymással a csapatok a pályán, míg kialakult a végső küzdelem, mely a Moulin Rouge last minute párharcát hozta. 10 csapat körbe játszik mindenki mindenkivel, és az alapján kialakul egy sorrend. Első 4, második 4 és így. És akkor a négyek, tehát az első 4 bónuszpontot kap, tehát nem viszi tovább az alapszakasz eredményet, hanem az első 4 pontot kap, a második 3-at, a harmadik 2-t és a negyedik 1-et, és ugyanez a Vigaszágon is. És így ugye nincs nagy különbség. Egy-egy pont különbség van, ebből következik, hogy a negyedik helyezett is akár nyerhetne, de a papírforma szerint alakultak az eredmények, bár a darány egy kicsit visszaesett a rájátszásban, megszorongathatta volna a többieket,
de az első három helyezett az teljesen reális volt. A Molerus végig magabiztosan játszott a bajnokságban, sőt nagyon gólgazdag meccseket vívott, hisz 17-2 és 15-0-ás végeredményekkel nyertek meccseket, de a last minute is hasonlóan jó játékot képviselt a sportszerű mérkőzéseken, talán a kombinatív játékban utóbbi gárda bizonyult sikeresebbnek, ami a fináléba meg is mutatkozott. Itt a nagy tét is nyomta a Molerus, mert végig vezettek, tehát ők csak veszíthettek, bár a döntetlen is jó volt, lett volna nekik. De hát ugye ezen a pályán döntetlen nehéz játszani, mert rendkívül gyors, és nincs megállás, tehát ilyen szempontból meglepetés, de ugyanakkor meg reális eredmény született a döntő játéka alapján. Az idei tornát a last minute csapata nyerte, akik szerint a sikeres védekezésnek is köszönhetik, hogy az első helyen zártak, és az, hogy felállhattak a képzeletbeli dobogó legfelső fokára, az tavalyhoz képest is egy jó teljesítmény. Hát az előző bajnokságban második helyen végeztünk, idén mindenképp előrelépés az első hely, és nagyon örülünk neki, hogy sikerült, bár mindenki csapat megérdemelte volna az első helyet. A felkészülést mindenki saját csapatában, többnyire a Babócsa együttesében tartotta a bajnokság vége felé, hisz már ott is elkezdődtek az alapozások, de baráti társaságról van szó, így többször összejönnek egy közös játékra. A különböző kupákon is indulunk, Nagyatádon, Szigetváron, Sején, ezzel a csapattal járunk. De nagyjából vegyes csapatokhoz szoktunk indulni, a Molerus last minute keverékével egy-két csapatot kiállítunk így is. A last minute egyébként ebben az összeállításban most először szerepelt a tornán. Eddig Harlem néven indult a csapat fele, most egyesültünk, mert megszűnt a Harlem, kevesen voltunk, és ezáltal is sikerült megnyernünk a bajnokságot, hogy erősebb csapatot alkotunk így együtt. Tompa István nem csak saját csapata sikerének örülhetett, hanem annak is, hogy ő érdemelte ki a gólkirályi címet. 36 gólos lettem, de ezáltal szeretném a Pandora Ádámot is kiemelni, mert ő is 36 góllal végzett a góllista élén. Csak hát a szabály szerint én kaptam meg, de örülök neki, hogy most már többször sikerült elhódítanunk ezt a címet. Az idei tornát tehát a last minute nyerte, megelőzve a bajnokságot végigvezető Molerus csapatát és a harmadik helyezett olasz Görények gárdáját. Gólkirályi címet vehetett át Tompa István, sőt a játékvezető Cservölgyi József is külön díjat kapott. Ez a bajnokság ugyan véget ér, de nem maradnak foci nélkül a labdarúgás kedvelői, hisz február 13-án a teremlabdarúgás szezonjának záró programja a foci farsang várja majd a csapatokat és a lelkes szurkolókat. Ennyi fért e heti krónikánkba. Lássuk még egyszer a főbb témákat röviden. Ismét az Erzsébet programba került a Barcsi fürdő. Alaposan megrostálták a résztvevő strandokat az idei esztendőre. Megvan a bajnok. Az idei évben a last minute nyerte a teremlabdarúgó bajnokságot. Barcsra is eljutott a Magyar Kézimunkázók szeretett takarója. Az óriás takaróakcióra 40 plédet készítettek. Az ökumenikus ima alkalmak hetében járunk. Az első napon a beszéd helyett cselekvésre kérték a keresztényeket. Barcsa legjobb átoltottságú járások közé tartozik, a szakember szerint még mindig nem késő kérni az influenza elleni védőoltást. Jövő héten is lesz Barcsi Krónika, várjuk észrevételeiket és javaslataikat. E-mail címünk akvaradio@t-online.hu, telefonszámunk pedig, ahol hívhatják kollégáinkat, 462-204-es. Tartsanak velünk egy hét múlva is, ha tehetik. Addig is minden jót, viszontlátásra!